az ünnepi vacsorák. Mert olyankor ugye, hát nyilván ők is ott vannak, és nem tudom, csupán azzal, hogy ott vannak, úgy igazán akkor érzem azt, hogy teljes a családom. És hogy igazán együtt vagyunk, és azt az eltöltött időt tudom minőségi időnek tekinteni a családommal tulajdonképpen, mert ők is segítenek, amiben csak kell, meg tényleg mamám is, tehát bármiben főz, most takarít, ha kell, nagyapám is a ház körül mindenben segít, és igaz, hogy ritkán, de mégis akkora értéke van, mint hogyha minden héten ezt megcsinálnak például. Elsősorban ugye ünnepekkor náluk gyűlik össze a család, úgyhogy ugye igazából így kiskorom óta a nagyszüleimnél ezért szerettem nagyon lenni, mert ugye ott mindig ott volt minden fontos sokon. Ráadásul ugye vidéken laknak, úgyhogy ott sokkal többet tudtam szórakozni, meg játszani az udvaron, a természetben. Gyakorlatilag állandóan jelen vannak a családunk életében. Minden nap váltunk pár szót, tehát hogy tudjuk, hogy éppen mi zajlik egymás életében. Jelen vannak. A gyerekkorunkban is mindig jelen voltak, ugye figyelemmel követték a mi kis életünket. Úgyhogy szerintem nagyon fontos szerepe van az időseknek egy család életében. Alapból az, hogy vannak, az egy pozitívum az ember életében, hiszen ha elveszíti a nagyszüleit, vagy egy idősebbik hozzátartozót, ugye ez nagy tragédiával éri őket, az egész családot. Ha akárcsak egy sütit süt nagyi, vagy feljön, és akkor velünk van, nekem már az is egy pozitívum, hogy ott van velünk. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.